Már is egy népszavazást szeretnék ma kérdezni, egy népszavazási kérdést feltenni. Jó szeretve lenni? Mit válaszolnánk erre a kérdésre? Alig, ha lenne olyan, aki magasba emelni a kezét, hogy á, de hogy is. Jó szeretve lenni. Ez a mai Zsoltárunk címe is. A 23. Zsoltár talán a legismertebb az egész Zsoltárok könyvében, de ahogy majd halljuk, végig erről szól, milyen jó is szeretve lenni. Mert hogy szeretve vagyunk. Hallgassuk meg a Zsoltárt. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazságösvényein vezet engem az ő nevéért még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim előtt. Elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizony, jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, az Úrházában lakozom hosszú ideig. Szóval, jó szeretve lenni? Ebben a rövid hat versből álló Zsoltárban, mondhatnánk, hogy a Zsoltárok könyve lelke, ez a kis rövid ige szakasz, végig ezt bizonygatja nekünk az Isten, hogy szeretve vagy. Nem arról beszél, hogy mindig minden tökéletes és klappol az életünkben, és hogy itt nincs is baj, és nincs is nehézség, nincsen ellenség, vagy nincsen betegség, vagy ijedelem, vagy bármi rossz ne lenne. Nem azt mondja, hanem azt mondja, hogy egy dologban biztos lehetsz, végig szeretve vagy, egész életedben. Ne felejtsük el a Zsoltár utolsó versenynek ezt a mondatát, hogy bizony jóságod és kegyelmet követ engem életem minden napján. Ez azt jelenti, hogy egyetlen egy napon sem hagy el az Isten szeretete bennünket. Méghozzá nem is akár hogy van jelen. Azt mondja a Zsoltáros Dávid, aki maga is pásztor volt, és pontosan ismerte, hogy milyen a jó pásztor, és milyen a rossz pásztor, milyen az, aki csak bérért, béresként őrzi a nyáját, és milyen az, aki szíve teljességével minden egyes bárány egyéniségét, személyiségét, nyűgét, tehetségét jól ismeri. Szóval Dávid a pásztor feltekintett az égre, és talán a sok-sok bárány felhőre tekintve jutott eszébe az a gondolat, hogy még jó, hogy nekem is van egy pásztorom. Aki nem egyéb, nem más, mint az Úr, az én pásztorom. Nem szűkölködöm. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, és ezek a mondatkezdések annyira fontosak, annyira, annyira örömhír hordozók a mi számunkra. Melyik mondatkezdések? Ez az Úr és én. Melyik az ilyen? Melyik a következő ilyen mondatkezdésünk? Ha visszafelé haladunk, Mózes, igen, Mózes második könyve huszadik fejezetében olvashatjuk, a tíz parancsot is valahogy így kezdődik, csak ott a ott a pásztor szólal meg, és azt mondja, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, a szabadság útján akarlak vezetni. Én az Úr vagyok a te Istened. Most a pásztor, a Dávid visszamondja a nagy pásztornak, a főpásztornak, hogy az Úr az én pásztorom. A maga részéről megerősíti a szövetséget, és lehet, hogy ezt a mondatot nekünk gyakrabban ki kéne mondani a hétköznapi életben. Amikor elveszítünk embereket, akikre támaszkodtunk, amikor csalódunk barátokban, segítőkben, amikor hozzánk hasonló emberi lényektől várjuk a megoldást életünk bajaira, vagy egyszerűen csak a boldogságot várjuk tőlük, akkor újra és újra megerősíteni a lelkünket ebben, hogy na de hát az Úr az én pásztorom ez olyan kiózanító, olyan jó értelemben fejbe kólintó, hogy na de, na de az Úr az én pásztorom. Minden csalódásunkat és minden emberekkel kapcsolatos kétkedésünket ezzel a mondattal zárjuk le, hogy na de az Úr az én pásztorom. Nem szűkölködöm. Hogyan is várhattam azt egy másik embertől, aki ő maga is pásztorolásra szorul, hogy majd ő fogja az én szükségleteimet betölteni vagy megoldani. Hiszen az Úr az én pásztorom, azért nem szűkölködöm, ameddig nem az Úr pász, az én pásztorom, addig mindig fogok szűkölködni. De ha az Úr az én pásztorom, úgy nem szűkölködöm, hogy ő fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Legelő és víz, enni és inni való, a legalapvetőbb a nyáj számára. Isten tudja, hogy mikor melyikre van szükségünk. Isten tudja, hogy mikor kell megnyugtatni, mikor kell terelgetnie bennünket. És hogyha ráfigyelünk, akkor terelgetni fog bennünket, és amikor kell megnyugtatni fog bennünket. Kell enni, és kell emészteni, és kell inni. A bárány számára, az egészsége, a növekedése számára, szempontjából mindez nélkülözhetetlen. Majd így folytatja a harmadik versben: Nem csak nyugtat és terelget, hanem lelkemet megvidámítja. Az igazság ösvényeim vezet engem az ő nevéért. Pihentet, megetet, felfrissít és tovább vezet. Mindig van újabb legelője az Istennek, mert az Úr az én pásztorom. Mindig ad újabb friss vizet, újabb megpihenést. Gondoljunk csak a hetenkénti nyugalomnapra, a szombat ajándékára, amikor lelkünket meg is vidámítja, ha ő rá figyelünk. Isten nem tud viccet mesélni. Isten nem komikus, de az igazi vidámság és az igazi boldogság legnagyobb mestere. A természeten keresztül, a szerető emberi kapcsolatokon keresztül, a gondviselés apró csodáin keresztül annyiféle boldogságot tud nekünk adni, és vezetni minket az ő nevéért, mert ő a garancia. Ha bemegyünk valahova, ahol csak egy nevet be kell mondanunk, és azonnal ajtók nyílnak meg nekünk, büszkén hordjuk a fejünkben azt a nevet, lehet, hogy még egy kis szetlire is felírjuk. Hát akkor miért nem mondjuk minden élethelyzetben, amikor csak bajba kerülünk, az Úr az én pásztorom. Majd egy nagyon nehéz területre tér át a Zsoltáros, azt mondja, hogy a vezetés során vannak igen kockázatos útszakaszok is. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Az a különleges, hogy tulajdonképpen a 23. Zsoltár itt válik imádságá. Az első három Zsoltárban, mintha csak felnézne az égre és elkezdene nekünk mesélni. A sok keszek hosszabb bárány közül én is csak egy vagyok, mint ott a felhők fenn az égen, amiket a szél ide-oda fúj, de ő vezet, terelget, nyugtat, megvidámít, és azért nem szűkölködöm. Azonban a 23. Zsoltár a negyedik versétől érik egy imádságá. Istenről beszélt idáig, itt pedig Istennek beszél mert megkomolyodott az a, az a téma, az a helyzet, amiben találja magát. Itt már, itt már súlyos dolgokkal találkozik a Zsoltár író Dávid. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól. Az ember számára, számára a halál árnyékának völgye, akár ő maga kerül oda, akár mást kísér keresztül ezen a völgyön, ugyanolyan megrázkódtatás. Ez az a pont, ahol az ember legkönnyebben elveszíti azt a biztonságot, hogy szeretve vagyok. A legkönnyebben kiesik abból a békéből, amit a füves legelő vagy a csendes víz biztosította számára. Ezért is különleges, amikor a Zsoltár író izen, ezen a ponton Istennel kezd elbeszélgetni. Amikor a Zsoltár író odafordul a teremtőjéhez, és rábízza magát, mert te velem vagy. A te vesződés botod megvégasztal engem. Az ember számára a félelmek legyőzése a legnagyobb feladat. Magától nem képes rá. A félelem velünk születik, és az első pillanattól kezdve nem tudatos formában jelen van az érzelmi világunkban, meghatározza a gondolatainkat. Tulajdonképpen a zsoltár tengelyében, a közepén található ez a hatalmas harc és háború ami a félelemről szól. De amivel szemben a zsoltáros kimondja: Nem félek a gonosztól, mert az Úr az én pásztorom. Nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Tudom, hogy elkísérsz a halál árnyékának a völgyébe is. És nem csak, hogy elkísérsz, hanem kihozol onnan és megvendégelsz. A nagy baj és a nagy nehézség útja a nagy győzelmek és a hálaadás útja. Azttal terítesz nekem ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. A pásztor a bárányt a következő versekben szinte királyi fogadásban részesíti. Drága kenet, amivel megöntözi a fejét, és szomjúság ellen csordultig való pohár. Kívülről és belülről az isteni áldások áradása, az, amiről a Zsoltáros ír. Mivel nem engedtem el a kezed, Istenem, ezért tudom, hogy majd helyet foglalhatok a te asztalodnál. Érdekes a kép, sok biblia magyarázó szerint a pásztor kép itt inkább a királyi gazda képévé alakul át. Hiszen a pásztor, hogy gondoskodott a bárányról egészen a negyedik, harmadik versig, a következő versekben egy olyan dicsőséges célba érkezésről szól, amelyen egy királyi gazda látja vendégül az úton megfáradt és a halál árnyékának völgyén átkelt vendégét. Aztal terítesz nékem az én ellenségeim előtt. Olyan különleges, hogy az életben sokszor végig gondolhatjuk, hogy még az ellenségeink is Isten vendégei. Nincs ember ezen a földön, aki ne Istentől kapná az életét. Mindenki csak Isten vendége itt a földi halandók között. Máté evangéliumában a hegyi beszédben Jézus Krisztus erről szólva emlékeztet minket arra, hogy azért is legyünk türelmesek és elnézőek ellenségeinkkel szemben, megsporolva ezzel magunknak is a nyugtalanságot és a félelmet tudjunk megbocsátani, tudjunk békés szívvel hozzájuk viszonyulni, mert ő maga az Isten is olyan Isten, aki felhozza az ő napját, Mind a jókra, mind a gonoszokra és esőtárd mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Ezen a földön mindenki csak Isten vendége. De a vendégek között Isten különbséget tesz. Mert akiknek ő a pásztora, akiknek ő a gazdája, akik rábízzák magukat, akik azt mondják, hogy az Úr az én pásztorom, mert te velem vagy, azok nem csak annyit tapasztalhatnak meg, hogy élnek és lélegeznek, hanem megtapasztalhatják, az elárasztott fejet, a csordultig való poharat és a megterített asztalt. Hogy az Isten gondoskodó, gondviselő, szerető atyánk, a mi atyánk. Hogy az örökké való minden napon velünk van. Bizony jóságod és köve kegyelmet követnek engem életem minden napján, mondja a Zsoltáros, és az úrházában lakozom hosszú ideig. A mindennap is a hosszú idő. A minden nap az, az, az egyes napokról szól. Arról, hogy ma is az Úr az én pásztorom. Arról, hogy holnap is az lesz, és azután is. Az Úr házában lakozom hosszú ideig, az pedig valami többről, valami még nagyobb kegyelemről szól. Arról, amit a Szentírás örökké valóságnak, vagy örök életnek nevez. Az Úr házában lakozni vele színről színre együtt lenni azt jelenti, hogy az Istennek terve van ezzel a világgal, és minden olyan teremtményével, aki kimondja azt, hogy az Úr az én pásztorom. Nekem az a nyugalom kell, az a vidámság, az a terelgetés, az a vezetés, amit ő ad, mert ő velem van. Olyan különleges, ha ezt a Zsoltárt olyan szempontból is végig gondoljuk, mintha csak az egész emberi történelem Zsoltára lenne. Hiszen az Úr az én pásztorom, aki megteremtette az édent, ahol nem volt szűkölködés, füves legelőkön, csendes vizeknél, igazság ösvényén élt az ember. De aztán elromlott az a földi világ, és a halál árnyékának a völgyévé változott. Azonban Jézus Krisztus eljött, oda is utánunk jött, mert te velem vagy. Megismerte a halál árnyékának a völgyét. Ő maga is ide költözött azért, hogy megkóstolhassa magát a halált, az elmúlást is hogy azután az ő országába vezessen minket, mint a király az ő pálcájával és botjával megvigasztaljon minket. Majd az ő szent lelke által, gondoljunk csak a pünkösdi eseményekre, elárasztotta fejüket olajjal, a szent Lélek különleges áldásával, asztal terített nékik, csordultig volt poharuk, amit továbbadtak, megosztottak, és így serkent ki a kereszténység, és töltötte be az akkor lakott egész világot. De hova mutat mindez az egész? Az utolsó versre, az előttünk álló történelmi beteljesedésre. Életünk minden napján Isten kegyelme és jósága követ minket egészen addig, ameddig majd egyszer örökre az úrházában lakozunk. A mi életünkben már most elkezdődhet az örök élet. Az én életem az örök életbe lehet ágyazva, hogyha hittel eldöntöm és kimondom, az Úr az én pásztorom, és rábízom az egész életemet mindenestől. Legyen az Úr a mi pásztorunk. Amen.